Évtizedes hagyomány a legrangosabb tókerülő vitorlás verseny. A Kékszalagon tavaly 525 hajó állt rajthoz, az első helyen immár 11. alkalommal Litkei Farkas és csapata ért célba. A verseny folytatódik, az idei Kékszalagról most Dénes Istvánnal beszélgetünk, aki, ha minden igaz, szakkommentátora lesz majd itt a Digisporton ennek az eseménynek, tekintettel arra, hogy a Digisport, ha jól tudom, akkor élő közvetítést ad erről az eseményről. Jó reggelt kívánok! Természetesen, jó reggelt kívánok! Természetesen jól tudja, hogy július 10, illetve 12-e között rendezik meg a 46. Kékszalagot. A verseny egyébként ebben az évben 80 esztendős, mert az első Kékszalagot azt 1934-ben futották, és az előbb itt említette az indulók számát. Ez érdekesség, hogy akkor összesen 21 hajó volt. Egyébként volt már 600 fölötti induló, és 2010-ben emlékezetem szerint 623 hajó volt. De hát ez egy, azóta látszik, hogy ez egy igen népszerű verseny. Óriási presztízsű esemény, egy fantasztikus presztízsű verseny. Azt gondolom, hogy országhatáron túlnyúlóan. Mi ennek az oka? Az európai tókerülő versenyek között a Kékszalag a legrégebbi. Vannak hasonló versenyek, ilyen a Genfi tavon a Boldor, a Bodenzén a Rundum, a Garda tavon a Centomilia, de ez a leghosszabb távú verseny. Voltak nagy nemzetközi eseménynek, azért nem mondanám, ennek vannak technikai okai, hát egész egyszerűen ezeket a nagy hajókat ide kéne mozgatni hozni. Kell, persze. És főleg addig, ameddig az egytestű hajók uralták a mezőnyt, ezeknek a hajóknak a mozgatása nagyon nehéz. A többtestű hajók, tehát katamaránok, trimaránok, ezek többnyire szétszerelhetők, közúton szállíthatók, és ez jelentette azt, hogy amikor két évvel ezelőtt először több testűek is indulhattak, és akkor már volt egy jelentősebb nemzetközi érdeklődés. Néhány hajó egyébként külföldről minden évben érkezett, a korábban is. Viszont a történelmi múltja, ugye egyrészt a kora ennek a versenynek, másrészt a jelen, vagy az indulók száma, bár ahogy mondja, honnan indultunk és hova érkeztünk, a néhány tíztől a sok százig gyakorlatilag. Ez azért mindenkivel azt gondolom, hogy egészen elképesztő rangot ad neki, és hát a hazai vitorlás versenyek sorában is azt gondolom, hogy aki nem járt még a Kékszalagon, az tulajdonképpen nem is indult vitorlás versenyen. Ebben van valami, bár hát ez egy nagyon furcsa verseny azért. A vitorlázás ugye egy bonyolult technikai sport, ezen a versenyen is, hát amikor elindul 5-600 hajó, nagyon különböző hajók indulnak el, abban az értelemben rémisztően demokratikus, hogy a legkorszerűbb karbon rohanógép csodák, és az egész egyszerű 18-20 lábas hajók egy versenypályán versenyeznek. Hát nyilván az esélyek nem ugyanazok, de hát van egy ilyenfajta demokratizmus, meg ez egy kihívás igazából. Nagyon sokak számára, a mezőny 95%-a számára nem a nyerés, tehát nem az abszolút első hely a lényeg, hanem a teljesítmény. Hát ugye a versenynek a tiszta távja durván olyan 160 km, hát a szélviszonyok függvényében ennek lehet akár a duplája is, tehát simán előfordulhat ez a történet. Ez egy kihívás, hogy végig kell menni, megkerültem úgy a magyar tengert, hogy nem szálltam ki a hajómból. Tehát ez önmagában izgalmas. És nagyon sokáig azért ez volt a fő hajtó ereje a Kékszalagnak. Nagy változás következett be valamikor úgy a 90-es évek táján, amikor egyrészt a média felfedezte ezt az eseményt, másrészt felfedezte az idegenforgalom, tehát megjelentek bizonyos kereskedelmi érdekek ebben a történetben, felfedezte Balatonfüred városa, és még sokan mások nagy cégek. Innentől kezdve már egyre nagyobb lett a tétje annak, hogy melyik hajó nyer. Hát a hajók mögött most már jelentős szponzorok állnak, a költségek növekednek, de remélhetően a versenynek az a bája, hogy ami miatt ez az egész dolog, ilyennyire népszerű, és megért 80 évet, és nem tudom, tehát nem néztem utána, de van egy olyan sejtésem, hogy kevés olyan magyarországi sportesemény van, amelyiknek ennyire folyamatos a múltja. Igen, és azt gondolom, hogy ez a szám, ez önmagában nagyon... Ez nagyon, tehát folyamatosan, igazából csak annyi az érdekes, hogy csak a háború idején maradt ki egy. Igen. Még valamit a népszerűségről, hogy 2001-ig, minden második évben rendezték meg a Kékszalagot, de éppen az ön által is említett népszerűség, az azt jelentette, hogy most már megcsináljuk 2001 óta minden évben. Minden évben van, és minden évben persze óriási jelentőségű, hogyha az ember rajthoz tud állni.
Az útvonala viszont nem volt mindig állandó, ugye most már igen, azt mondhatjuk, hogy most már állandó. Hát állandó az útvonala azért, igazából volt a dolognak az a lényege. Voltak, de azért, amire az én emlékezetem terjed mondjuk az elmúlt 25-30 év, az azt jelenti, hogy igazából van egy balatonfüredi rajt, utána megcélozzuk a keleti medencében Balatonkenesét, Siófokot, és a másik végpont az Keszthely, és Keszthelyről a befutó ismét Balatonfüreden van. Ehhez kapcsolódik még az, hogy hát a GPS előtti korszakban a versenypálya nem egészen pontosan volt kijelölve, hiszen nem is lehetett. Hát arról volt szó, hogy mit tudom, a kikötő előtt 352 méterrel helyezték el a bóját. Igen. Ebből következően a régebbi rekordoknak a hitelességével is vannak gondok, mert ugye a 57 éven keresztül a tókerülő rekordot a Nemere 2 nevű 75 négyzetméteres cirkáló tartotta, 10 óra 40 perc körüli idővel, de hát erről nem maradt fent pontos pályarajz. De ezt elfogadta. Volt egy közmegegyezés ebben a történetben, hogy akkor ezt elhiszik, akkor hogy annak idején a Népsport jól írta meg az időt. Ez volt az egyetlen dokumentum. Ma már úgy van, hogy a pályajeleket GPS-szel jelölik ki, tehát fix pályán, ugyanazon méterre, ugyanazon a pályán futják most már akkor jó ideje. Akkor azon viszont elég konkrétan lehet mérni, akkor a másodpercre. Ha már a Nemere 2-t említette, és ugye a rekordok, az Litkei Farkas a legeredményesebb kormányos, és nyilvánvalóan... 11-szeres győztes, és azon túlmenően, hogy a versenynek a meglévő pályát senki nem akarja elveszíteni, hát ugye vannak csapatok, olyan is mondta, kereskedelmi érdekek, és nyilván szponzorok, miatt már nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy ki hogyan és mennyire eredményesen szerepel. Ugye a Nemere 2 egy csodálatos fából készült, fantasztikus hajó volt, illetve hát most is az. Én láttam, volt szerencsém ezt közelről is már látni, ezt a csodát. De a mai tudomány, vagy vitorlázó tudomány világában milyen típusú hajó az, ami mondjuk ennek a versenynek a leginkább megfelel? A kékszalag gyorsas, a filozófiája ugye nagyon egyszerűen megfogalmazható. Melyik az a hajó, amelyik a leggyorsabban körbeér. Igen. Örök vita kísérte a verseny történetét, hogy most az újonnan érkező, az vajon megfelel a versenyszabályoknak. A különböző kiszorítósdik, hogy most ez indulhat, az meg nem indulhat, ezek végig kísérték a kékszalagot, és igazából ez a mai napig tart ez a történet. Nagyon sokáig ugye a többtestű hajókat, amelyek az egytestűek, tehát a klasszikus hajókhoz képest lényegesen nagyobb sebességpotenciállal rendelkeznek, ezeket távol tartották a versenyektől. De a vitorlásport az egész világon abban az irányba fejlődött, hogy egyre látványosabbá kellett tenni a versenyeket. A katamaránokon, trimaránokon hatalmas sebesség érhető el, tehát bőven a 30-40 csomó körüli sebességgel tudnak menni, ez 50-60 kilométeres sebességgel mennek ezek a hajók. Tehát nem lehetett ebből kimaradni. Természetesen ez is mindig vitákkal jár, ezért például idén most, amikor először a kékszalag történet, illetve egyszer már indultak, tehát 2 évvel ezelőtt volt már egy olyan év, amikor indultak a többtestűek, rögtön meg is dőlt a rekord egyébként, és az a dolog, annak a lényege, hogy mostantól kezdve feloldották a korlátozásokat, tehát nem csak minden második évben, hanem minden évben indulhatnak, igen, a többtestűek. Mert ez eddig különbség volt, valójában igaz. Hát akkor nagyon-nagyon izgalmas szezon elébe nézünk, már úgy értem a szezontal kifejezett ideig. Hát igen. Hát mert most megy a nagy taktikai csata a háttérből, hogy ki milyen hajót szerez be. Itt egészen elképesztő történetek vannak, vannak hazai fejlesztések. Tehát ennek a kékszalagnak azért van egy olyan fajta hozadéka, hogy a hazai hajóépítőket egyfajta innovációra. Hát itt ki kell emelni ebben a történetben Paulovics Dénest, aki egyébként a Fanándor féle projektbe is azért eléggé szépen aktívan részt vesz. De hát építető, és hát a pillanatnyi rekordtartó 50-50 nevű katamarán az ő munkája, és mint hírlik épít egy újabb 35 lábas hajót. De hát ezen kívül a háttérből már azért lehet sejteni, hogy mindenki rohangál szerte Európában és a világon, és megpróbál a versenyre bérbe venni hajót. Itt már egészen vad történetek vannak. Nos,
Igen. Amerika kupa hajót akar. Én pontosabban Amerika kupa egyik tréning hajóját. Egy biztos, hál' Istennek az ismeretanyaga az egészen lenyűgöző ennek a témakörnek a tekintetében, úgyhogy amikor is elérkezünk majd ennek az eseménynek a közvetítéséhez, akkor nagy-nagy szükségünk lesz mindarra az információra, amit meg fog tudni majd osztani a nézőinkkel. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas verseny, amiben nézünk idén is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Nagyon szívesen.